Királyi zászló jár elől, keresztfa titka tündököl, melyen az élet halni szállt, s megtörte holta a halált. Kegyetlen lándzsa verte át gonosz vasával oldalát, s mely szennyet vétket eltörölt, belőle víz és vér ömölt. Szívünk, lelkünk most kitárjuk, utad Jézus, veled járjuk. Kérünk mélyen belevésed, szíveinkbe szenvedésed. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus, Te értünk elfogadtad a búzaszem sorsát, amely a földbe hull és elhal, hogy bőtermést hozzon. Te arra hívtál minket, hogy kövessünk ezen az úton, amikor azt mondtad, aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Mi viszont ragaszkodunk az életünkhöz, nem akarjuk elveszíteni, szeretnénk teljesen megtartani magunknak. Birtokolni akarjuk, és nem odaadni. De Te előttünk jársz, és megmutatod, hogy csak akkor mentjük meg életünket, ha odaadjuk. Ahogy végig kísérünk a keresztúton, elvezetsz minket a búzaszem útjára, az örökké valóságban nyíló termékenység útjára. A kereszt, önmagunk felajánlása, súlyos teherként nehezedik ránk. De Te az én keresztemet is hordoztad keresztutadon. Nem csak a távoli múltban tettél így, mivel szereteted végigkíséri életem minden pillanatát. Ma velem tartasz, és értem viszed, és csodálatos módon azt várod tőlem, hogy most én is, mint akkor Cirenei Simon, veled együtt vigyem a te keresztedet. Azt akarod, hogy melletted menjek, és veled együtt álljak a világ megváltásának szolgálatába. Segíts, Urunk, hogy ne csak fennkölt gondolatokkal kísérjünk el, hanem egész szívvel és életünk minden lépésével járjuk végig utadat. Segíts, hogy elszántan induljunk el keresztutadon, és hogy kitartsunk ezen az úton. Szabadíts meg minket a kereszttől való félelemtől, attól a félelemtől, hogy mások kinevetnek, attól a félelemtől, hogy az élet kisiklik a kezünkből, ha nem ragadjuk meg mindazt, amit kínál. Segíts, hogy le tudjuk leplezni a kísértéseket, amelyek élettel kecsegtetnek, de csábításaik végül az ürességhez és kiábránduláshoz vezetnek. Segíts, hogy ne birtokunkba vegyük az életet, hanem ajándékozzuk el. Amint végigkísérsz bennünket a búzaszem útján, segíts, hogy életünk elvesztése által fölfedezzük a szeretet útját, azt az utat, amely az igazi, a bőséges élettel ajándékoz meg. Áll a gyilkos nagy ítélet, rajtunk immár igaz véred. Valahányszor szavam vétett, Pilátusod lettem néked. Első állomás, Jézust halálra ítélik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a Szent Kereszted által megváltottad a világot. A világ bírája, aki egy nap majd visszatér, hogy mindnyájunkat megítéljen, most itt áll megsemmisülve, megszégyenítve, és erőtlenül a földi bíró előtt. Pilátus nem rossz indulatú szörnyeteg. Tudja, hogy ez az elítélt ártatlan, és keresi is, hogyan szabadíthatná meg őt. Azonban szíve megosztott. Végül hát engedi, hogy helyzete, állása, saját maga fontosabb legyen a jognál. Azok az emberek sem rossz indulatú szörnyetegek, akik ordítoznak és Jézus halálát követelik.
Sokan közülük pünkösd napján majd szíven találva érzik magukat, amikor Péter így szól hozzájuk. A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek, de ti gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Most azonban a tömeg hatása alá kerülnek. Azért ordítanak, mert a többiek is ordítanak, és úgy ordítanak, ahogyan a többiek. Így tehát gyarlóságuk, gyávaságuk és az uralkodó közvéleménytől való félelmük nyomására lábbal tiporják az igazságot. A lelkiismeret halk hangját elnyomja a tömeg ordítása. A határozatlanság és az emberektől való félelem erőt ad a gonosznak. Urunk, téged halálra ítéltek, mert az emberektől való félelem elnyomta a lelkiismeret hangját. Az egész történelem során ugyanígy újra meg újra az ártatlanokat sújtják, ítélik el és ölik meg. Mi magunk is hányszor részesítettük előnyben a sikert, saját érdekünket az igazsággal szemben. Adj erőt, Urunk, a lelkiismeret halk hangjának, a Te hangodnak életünkben. Tekints ránk, ahogy rátekintettél Péterre is, miután ő megtagadott téged. Pillantásod hatoljon lelkünkbe, és adjon irányt életünknek. Azoknak, akik nagypénteken ellenet kiáltoztak, pünköskor megadtad a szív megrendülését és megtérését. Így nekünk is reményt adtál. Ajándékozz nekünk is mindig újra a megtérés kegyelmét. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Itt van már a keresztfája, harcolnod kell Golgotára. Uram, én meg puhán restül, vonakodom a keresztül. Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert a szent kereszted által megváltottad a világot. Az álkirályként elítélt Jézust megszégyenítik, azonban borzalmas módon ebben az igazság mutatkozik meg. A hatalmi jelvények, amelyek ennek a világnak hatalmasai hordoznak, hányszor megcsúfolják az igazságot, az igazságosságot és az emberi méltóságot. A hatalmasok szertartásai és hangzatos szavai gyakran semmi egyebek, mint pompás hazugságok, karikatúrái a hivatalukkal rájuk ruházott megbízatásnak, hogy a jó szolgálatában kellene állniuk. A megszégyenített Jézus, aki a szenvedés koronáját viseli, épp így mutatkozik meg igazi királyként. Az ő jogara az igazság. Az igazságnak azonban szenvedés az ára ebben a világban. Ő az igazi király, aki nem erőszak, hanem irántunk érzett és értünk szenvedő szeretet által uralkodik. Magára veszi a keresztet, a mi keresztünket, emberlétünk terhét, a világ terhét. Így jár előttünk és mutatja meg nekünk, miként találjuk meg az utat az igazi élethez. Urunk, Te engedted, hogy megszégyenítsenek és szidalmazzanak. Segíts bennünket, hogy soha ne egyezzünk bele a szenvedők és a gyengék kigúnyolásába. Segíts, hogy a megalázottakban, a kitaszítottakban a Te arcodat ismerjük fel. Segíts, hogy ne rettenjünk vissza a világ gúnyolódásától, amikor az akaratod iránti engedelmességet megvetik. Te hordoztad a keresztet, és meghívtál minket, hogy kövessünk téged ezen az úton. Segíts, hogy felvegyük a keresztünket, ne meneküljünk előle, és az élet nehézségei miatt ne zúgolódjunk, és ne veszítsük el bátorságunkat. Segíts, hogy a szeretet útján járjunk, és a szeretet követelményeinek eleget téve eljussunk az igazi örömre. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Botlik roskad szegény tested, nem bírja a nagy keresztet.
Földre sújtod, jaj, én voltam, ki oly sokszor elbotoltam. Harmadik állomás, Jézus először esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Az ember elesett, és újra meg újra elesik. Hányszor lesz az ember önmaga karikatúrájává, s nem az Isten képe többé, hanem a teremtő gúnyképe. Ahogy Jézus elesik a kereszt súlya alatt, abban egész útja megmutatkozik. Szabadon vállalt alászállása, hogy minket a büszkeség bűnéből fölemeljen. Ugyanakkor megmutatkozik büszkeségünk lényege is, a gőg, hogy önmagunkat függetlenítsük Istentől, és csak mi magunk akarunk lenni. A gőg, hogy azt hisszük, hogy nincs szükségünk az örök szeretetre, hanem magunk akarjuk életünket berendezni. Ebben a lázadásban az igazság ellen, ebben a próbálkozásban, hogy mi magunk legyünk Isten, önmagunk teremtője és bírója, ebben a próbálkozásban elbukunk, és az önpusztításba zuhanunk alá. Jézus alászállása a mi gőgünk leküzdése, alászállásával ő felemel bennünket. Hagyjuk magunkat felemelni. Szabaduljunk meg önelégültségünktől, hamis önállóság őrületünktől, és tanuljuk meg tőle, az alászállottól, hogy mi magunk is alászállva, Isten és az eltiport testvérek felé fordulva találjuk meg igazi nagyságunkat. Úr Jézus, a kereszt terhe a földre sújtott téged. Bűneink, gőgünk terhe nyom le a földre. Azonban elesésed nem sötét végzet, hanem a megkínzott ember puszta gyengesége. Te akartál hozzánk jönni, akiket gőgünk a földre tepert. A gőg, hogy mi magunk képesek vagyunk ember gyártani, oda vezetett, hogy az emberek áruvá lettek, hogy meg lehet venni és el lehet adni őket, hogy készletraktárnak tekintjük őket tevékenységünkhöz, amellyel azt reméljük, hogy magát a halált is leküzdjük. Eközben azonban az ember méltóságát egyre jobban lealacsonyítjuk. Urunk, jöjj segítségünkre elesettségünkben. Segíts, hogy elhagyjuk pusztító gőgünket, és az alázatodból tanulva újból felegyenesedjünk. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Ó, jaj, látod jönni szemben, édes anyád gyötrelemben. Ó, csak én is véle járnék, Krisztus után, mint az árnyék. Negyedik állomás, Jézus találkozik édesanyjával. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus kereszt útján ott áll Mária, az édesanya. Jézus nyilvános működése idején háttérben kellett maradnia, hogy Jézus új családja, a tanítványokból álló családja születésének helyet adjon. Hallania kellett ezeket a szavakat. Ki az anyám s kik a rokonaim? Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Most megmutatkozik, hogy Mária nem csak test szerint, de szíve szerint is édesanyja Jézusnak. Még mielőtt testében fogadta volna Jézust, Mária már szívében megfogadta őt engedelmesség által. Neki mondta ezt az angyal, gyermeket fogansz, fiút szülsz. Nagy lesz ő, és az Úristen neki adja atyának, Dávidnak trónját. Azonban nem sokkal később Mária hallotta az ak Simeon szájából a másik szót is. A te lelkedet is törjárja át. Ekkor talán olyan prófétai szavak is tudatosultak benne, mint a következők. Megkínozták, ső alázattal elviselte, mint a juh, amelyet leülni visznek, ő sem nyitotta ki a száját. Most mindez elérkezett.
Szívében Mária mindvégig megőrizte a szót, amelyen egykor mindennek kezdetén az angyal mondott neki: ne félj, Mária! A tanítványok elfutottak, Mária azonban nem menekül el. Az anya bátorságával, az anya hűségével, az anya jóságával áll itt, és hitével, amely ellenáll a sötétségnek. Mária, Urunk anyja, te hűséges maradtál, amikor a tanítványok elfutottak. Ahogy elhitted, amikor az angyal a hihetetlent hirdette, hogy a magasságbeli anyja leszel, ugyanúgy hittél legmélyebb megaláztatásának órájában is. Így a kereszt a legsötétebb világ éjszaka órájában a hívek, az egyház anyjával lettél. Kérünk téged, taníts bennünket hinni, és segíts, hogy hitünk a szolgálat bátorságával és a segítő és együtt szenvedő szeretet tettévé legyen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Vinni terhed segítségül, itt van Simon kirenéből. Bár csak én is bűnös lélek, keresztemmel követnélek. Ötödik állomás, Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent keresztet által megváltottad a világot. Cirenei Simon bevégezte a munkáját, s hazafelé tart, és ekkor találkozik az elítéltek szomorú menetével. Számára minden bizonnyal megszokott látvány. A katonák gyakorolják a kényszermunkára vonatkozó jogukat, és a megtermett földműves vállára teszik a keresztet. Micsoda ellenkezést válthatott ki belőle, hogy hirtelen belebonyolódott az elítéltek sorsába. Megteszi, amit meg kell tennie, de minden bizonnyal belső idegenkedéssel. A kényszer alatt született találkozásból azonban hit lett. A cirenei Jézussal együtt haladva a kereszt közös hordozásában felismerte. Kegyelem volt az, hogy ezzel a keresztre feszítettel mehetett és segíthetett neki. A némán szenvedő Jézus titka szíven találta őt. Csak is Jézus isteni szeretete válthatta és válthatja meg az egész emberiséget. Ő mégis azt akarja, hogy vele hordozzuk keresztjét, hogy kiegészítsük azt, ami szenvedéséből még hiányzik. Valahányszor jó szívvel segítve találkozunk egy szenvedővel, egy üldözöttel, vagy egy magatehetetlennel, és segítünk neki szenvedése hordozásában, mindannyiszor Jézus saját keresztjének hordozásában vállalunk részt. Így befogadjuk az üdvösséget, és mi magunk is hozzájárulhatunk a világ üdvösségéhez. Urunk, te megnyitottad Cirenei Simon szemét és szívét, és a kereszt hordozásában megadtad neki a hit kegyelmét. Segíts, hogy szenvedő embertársaink mellé álljunk, amikor az erre szóló hívás talán ellenkezik terveinkkel vagy szimpátiánkkal. Add, hogy felismerjük, kegyelem az, hogyha együtt hordozhatjuk a másik emberrel a keresztjét. Add, hogy megtapasztaljuk, hogy ezáltal veled együtt vagyunk úton. Add, hogy örömmel álljunk az üdvösség szolgálatába, a veled és ennek a világnak szükségével való együtt szenvedésben, és segíthessünk tested az egyház felépítésében. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Jámbor asszony siet hozzád, kendőjével törli orcád. Vajon hát én kőszívemmel mennyi könnyet törültem fel. Hatodik állomás, Veronika megtörli Jézus arcát. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Veronika az ószövetségi igazak vágyakozását testesíti meg, amely arra irányul, hogy Isten arcát láthassák. Jézus kereszt útján természetesen ő csak az asszonyi jóság szolgálatát teszi. Jézusnak nyújtja a kendőjét. Őt nem fertőzi meg a katonák brutalitása, nem bénítja meg a tanítványok félelme sem. Ő a jóságos asszony képe, aki a szívek megzavarodása s elsötétülése közepette, megőrzi a jóság bátorságát, és nem engedi, hogy szívére sötétség boruljon. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent, mondta az Úr a hegyi beszédben. Veronika először csak egy megkínzott, a szenvedés jelét viselő emberi arcot lát. Azonban a szeretet cselekedet belevési szívébe Jézus valódi képét. A vérrel és sebekkel teli arcban meglátja Istennek és az ő jóságának arcát, amely még a legmélyebb szenvedésben is utánunk jön. Csak szívünkkel láthatjuk Jézust. Csak a szeretet az, ami látóvá és tisztává tesz bennünket. Csak a szeretet által ismerhetjük meg Istent, aki maga a szeretet. Urunk, add meg nekünk a szív nyugtalanságát, amely a te arcodat keresi. Óvj meg minket a szív vakságától, amely csak a dolgok felszínét látja. Add meg nekünk azt a világosságot és tisztaságot, amellyel megláthatjuk jelenlétedet a világban. Add meg nekünk a bátorságot az alázatos szeretethez ott, ahol nagy dolgokra nem vagyunk képesek. Vésd bele szívünkbe arcodat, hogy találkozhassunk veled, és arcod képét megmutathassuk a világnak. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Földre roskadsz másod ízben, értem tűrő kegyes Isten. Hát én hányszor tantorultam, bűneimbe visszahultam. Hetedik állomás, Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus háromszori esésének és a kereszt súlyának hagyományos története Ádám bukásának és saját emberi elesettségünknek dimenzióit magyarázza, és Jézus alászállásának titkát a mi elesettségünkbe. Az ember elesése a történelem során mindig új formákat ölt. Szent János első levelében az ember háromszoros bukásáról szól, a test kívánságáról, a szem kívánságáról és az élet kevésségéről. Ezt saját kora bűnének, a bűnök túlkapásainak és elfajulásainak hátteréből az ember és az emberiség bukására vonatkoztatja. Azonban gondolhatunk a későbbi történelemre, arra, hogy a kereszténység belefáradva a hitbe elhagyja az Urat. Előbb a nagy ideológiákban, aztán az ember egyre közönségesebbé válásában. Már nincs szükség ideológiára sem, csak sodródnak az eseményekkel, egy új, rosszabb pogányságot építenek, Isten pedig végérvényesen ki akarják utasítani, és ezáltal arra törekszenek, hogy az embertől magától is megszabaduljanak. Az ember a porban hever. Az Úr hordozza ezt a súlyt, s elesik újra meg újra, hogy hozzánk jöjjön. Ránk tekint, hogy szívünk felébredjen, elesik, hogy minket fölemeljen. Úr Jézus, te hordoztad terheinket, és most is hordozod azokat. Terhünk súlya a földre nyom téged. Kérünk, emelj föl bennünket újra, mert saját erőnkből nem tudunk a porból fölkelni. Szabadíts meg az alantos ösztönök hatalmából. Kőszívünk helyett adj nekünk húsból való szívet, látó szívet. Törd meg az ideológiák hatalmát, hogy az ember átláthasson hazugságaikon. Ne engedd, hogy a materializmus fala áthághatatlan legyen. Add meg, hogy újra felfoghassunk téged. Tégy minket újra józanná és figyelmessé, hogy ellenálljunk a gonosz hatalmának, és segíts, hogy észrevegyük a másik ember külső és belső szükségét, és segítségére siessünk.
emelj föl bennünket, hogy mi is felemelhessünk másokat. Adj nekünk reményt minden sötétségben, hogy a remény hordozóivá váljunk a világ számára. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Sírva jöttök ki elébe, Jeruzsálem asszony népe, jaj rám is szól, ami rátok, magatokat sírassátok. 8. állomás, Jézus találkozik a jeruzsálemi asszonyokkal. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Elgondolkodtató, hogy milyen keményen szól Jézus a síró asszonyokhoz, akik mégiscsak őt akarják kísérni, és miatta zokognak. Hogyan kell ezt értenünk? Nem érezzük mindebben a feddést, amely egy pusztán érzelmi alapú, szentimentális jámborság ellen irányul, amely nem válik megtérésé és megélt hitté? Nem elég, hogy szavakkal és érzésekkel panaszkodunk a világ szenvedéseiről, miközben életünk mégiscsak úgy folyik tovább, mint ahogy az mindig is volt. Ezért az Úr figyelmeztet bennünket a veszélyre, amelyben élünk. Megmutatja nekünk a bűn és az ítélet komolyságát. Nem vagyunk-e túlságosan is annak kísértésében, hogy a rossz és az ártatlanok szenvedése fölötti megbotránkozásunk szavai ellenére mégiscsak ártalmatlanná tegyük a rossz titkát? Isten és Jézus képében nem csak a szelidet és a szeretetterit akarjuk elátni, miközben csöndben kitöröljük belőle az ítéletet. Isten előtt mégsem olyan tragikus emberi gyengeségünk, gondoljuk, hisz mi is csak emberek vagyunk. Azonban a fiú szenvedését szemlével láthatjuk, hogy mennyire komoly valóság a bűn, hogy mi fokon kell kiszenvedni azt, hogy legyőzhessük. A szenvedő Úr alakjával szemközt véget ér a rossz elbanalizálása. Hozzánk is így szól, ne engem sírassatok, magatokat sírassátok, mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Urunk, te a bűnbánatról szóltál a síró asszonyoknak, valamint az ítélet napjairól, amikor mi a te színed, a világbíró színe elé kell, hogy álljunk. Te meghívsz, hogy kilépjünk a rossz elbanalizálásából, amellyel megnyugtatjuk magunkat, hogy békésen élhessünk tovább. Te megmutatod nekünk felelősségünk komolyságát, a veszélyt, hogy az ítéletnél bűnösnek és gyümölcstelennek találtatunk. Segíts, hogy ne pusztán síránkozva és szavakkal haladjunk melletted. Téríts meg bennünket, Urunk, és adj nekünk új életet. Ne engedd, hogy végül, mint kiszáradt fa, álljunk meg előtted, hanem inkább legyünk eleven ágak te rajtad, aki az igazi szőlőtő vagy, és gyümölcsöt hozzunk az örök életre. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. A keresztnek szörnyű terhe, harmadszor is földre ver le, ested adjon szent kegyelmet, hogy a bűnből talpra keljek. 9. állomás, Jézus harmadszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Mi az üzenete Jézus harmadik elesésének számunkra? Mi az ember általánosságban vett esésére gondolunk, oly sokak bukására Krisztustól egy istentelen szekularizmusba. De nem kell arra is gondolnunk, hogy mennyit kell Krisztusnak elszenvednie egyházában? Hányszor élnek vissza jelenlétének szent szentségével? A szív mély ürességébe és gonoszságába lép be oly sokszor. Hányszor ünnepeljük csak is önmagunkat, s nem is fordítunk ügyet rá. Hányszor forgatjuk ki szavait, vagy élünk vissza velük.
Mily kevés hit van oly sok elméletben, mennyi üres beszédet hallhatunk. Mennyi szenny van az egyházban, és éppen azok között, akiknek papságban egészen őhozzá kellene tartozniuk. Mennyi gőg és önelégültség. Mi kevésbe vesszük a kiengesztelődés szentségét, amelyben ő vár ránk, hogy felemeljen elesettségünkből. Mindez jelen való az ő szenvedésében. A tanítványok árulása, testének és vérének méltatlan vétele, a megváltó legégető fájdalma kell, hogy legyen, amely szívének közepébe talál. Nem tehetünk mást, mint szívünk mélyéből hozzá kiáltani, Kyrie eleison, Urunk, ments meg minket! Urunk, egyházad sokszor egy süllyedő hajónak tűnik, amely már telve van vízzel, és amely menthetetlenül léket kapott. Szántóföldeden több konkolyt látunk, mint búzát. Az egyház beszennyezett ruhája és arca elrettent minket. Azonban mi magunk vagyunk, akik beszennyezik őt. Mi magunk árulunk el téged újra meg újra, szavainkkal és viselkedésünkkel. Urunk, irgalmaz egyházadnak, ő benne is újra meg újra elbukik Ádám. Esésünk által téged is a földre rántunk, és a sátán nevet, mert azt reméli, hogy te ebből az esésből nem tudsz többet fölkelni, hogy te magad is legyőzöttként a földön maradsz, belevonva egyházad esésébe. És te mégis felkelsz. Te felkeltél, te feltámadtál, és minket is újra fel tudsz emelni. Kérünk, gyógyítsd és szenteld meg egyházadat. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekem. Megcsúfoltak ruha nélkül, borzad szájad vad epétül. Tisztes mérték, szent szemérem, mindig-mindig maradj vélem. 10. állomás, Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézust megfosztják ruháitól. A ruha kijelöli az ember társadalmi állását, ezt tagozza be őt a társadalomba és teszi őt valakivé. A nyilvános lecsupaszítás azt jelenti, hogy Jézus immár semmi, egy kitaszított, akit a megvetés prédájául vetettek. A lecsupaszítás pillanata a paradicsomból való kiűzetésre emlékeztet bennünket. Isten ragyogása lehullott az emberről, egyszerre mesztelenül és kitaszítva találta magát, lecsupaszítva és szégyenben. Jézus így módon még egyszer magára veszi az elesett ember helyzetét. A ruháitól megfosztott Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy mi mindannyian elveszítettük az első ruhát, vagyis Isten ragyogását. Urunk Jézus, megfosztottak ruháitól, megszégyenítettek és kitaszítottak a társadalomból. Te hordozod Ádám szégyenét és meggyógyítod azt. Te hordozod a világból kitaszított szegények szenvedését és szükségét. Ám éppen így töltöd be a proféták szavát. Éppen így hozol értelmet a látszólagos értelmetlenségbe. Éppen így mutatod meg, hogy Atyád téged, minket és az egész világot a kezeiben tartja. Adj nekünk tiszteletet az emberrel szemben, léte minden szakaszában és helyzetében, amelyben vele találkozunk. Add meg nekünk, Urunk, kegyelmed fényruháját. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekem. Édes Jézus, drága testét, véres fára fölszegezték. Mi egyetlen boldogságunk, szent keresztfa sírva áldunk. 11. állomás, Jézust a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert
mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézust a keresztre szögezik. A torinói lepel megmutatja nekünk e kivégzési mód hallatlan kegyetlenségét. A felajánlott fájdalomcsillapító italból Jézus nem iszik, a keresztrefeszítés teljes gyötrelmét tudatosan vállalja fel. Egész testét összetörték, és a Zsoltár szavai valóra váltak. Féreg vagyok, nem ember, a nép szégyene, akit mindenki megvet. Megvetett volt, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá. Álljunk meg a szenvedése képe, a szenvedő Istenfiú előtt. Tekintsünk rá az önelégültség és az öröm hajhászás óráiban, hogy megtanuljuk a határok betartását, a pusztán anyagi javak felszínességének belátását. Tekintsünk rá a szükség és a megpróbáltatás óráiban, hogy felismerjük, hogy éppen így Isten közelségében vagyunk. Próbáljuk meg felismerni arcát azokban, akiket talán szeretnénk megvetni. Engedjük magunkat felszegeztetni Jézusra, és ne engedjünk semmilyen kísértésnek, amely el akar oldani bennünket tőle, sem a gúnynak, amely be akarja ezt beszélni nekünk. Urunk Jézus, Te hagytad magad felszögezni a keresztfára, és magadra vállaltad ennek a szenvedésnek rémisztő kegyetlenségét, tested és méltóságod elpusztítását. Engedted, hogy odaszögezzenek téged, kibúvók és kompromisszumok nélkül szenvedtél. Segíts minket, hogy ne meneküljünk az elől, ami kiméretik reánk. Segíts, hogy szorosan hozzád kötődjünk. Segíts, hogy átlássunk azon a hamis szabadságon, amely el akar bennünket szakítani tőled. Segíts, hogy elfogadjuk a te kötött szabadságodat, és a hozzád való erős kötődésben megtaláljuk az igazi szabadságot. Könyörülj rajtunk, Uram! Megváltásunk már betelve, Jézus lelkét kilehelte. Újra élek kegyelméből, kiszakaszt el szerelmétől. 12. állomás, Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Jézus keresztje fölött írva áll az akkori két világnyelven, latinul és görögül, illetve a választott nép nyelvén héberül, hogy ki is ő. A zsidók királya, Dávid megígért fia. Pilátus, az igazságtalan bíró, akarata ellenére prófétává lett. A világ nyilvánossága előtt kihirdetésre kerül Jézus királysága. Jézus maga nem fogadta el a messiási címet, mert az egy hatalomról és a megszabadításról alkotott hamis emberi képet hívott volna elő. Azonban most ott állhat nyilvánosan a cím a megfeszített fölött. Ő így valóban a világ királya. Most valóban felmagasztaltatott. Alászállásában fölemelkedett. Most töltötte be radikálisan a szeretet megbízatását, teljesen odaadta önmagát, és éppen így ő most az igaz Isten megnyilatkozása, Istené, aki a szeretet. Most már tudjuk, kicsoda Isten. Most már tudjuk, hogy is néz ki a valódi királyság. Jézus a 22. Zsoltárt imádkozza, amely ezekkel a szavakkal kezdődik. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Magába veszi az egész szenvedő Izraelt, az egész szenvedő emberiséget, Isten hiánya sötétségének drámáját, és így ott mutatja fel Istent, ahol végképp legyőzöttnek és távollevőnek tűnik. Jézus keresztje kozmikus esemény. A világ elsötétedik, amikor Isten fia elszenvedi a halált, és a föld megremeg. Úr Jézus, halálodkor a nap elsötétedett.
mindig újra és újra a keresztre szögeznek téged. A történelemnek ezekben az óráiban éppen Isten hiánya sötétségében élünk. A szenvedés és az emberi gonoszság túláradása mögött Isten arca a te arcod homályosnak, felismerhetetlennek tűnik. Ám te éppen a kereszten ismertetted meg magadat. Éppen mint szenvedő és mint minket szerető vagy te a felmagasztalt. Éppen onnan a keresztről győztél. Segíts minket, hogy a sötétségnek és a zavarnak ezekben az óráiban felismerjük arcodat. Segíts, hogy higgyünk neked és kövessünk téged a sötétség és szükség óráiban. Mutasd meg magad újra a világnak ebben az órában. Ragyogtasd ránk üdvösségedet, Urunk! Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Keresztfádról már levesznek, szent szűz szívén pihentested. Bár pihennél mindig nálam, tiszta szívem templomában. 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről, és édesanyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus meghalt, szívét átszúrja a római katona lándzsája, és a sebből vér és víz ömlik ki. A szentségek áramának titokteli ábrázolása ez, a keresztségé és az oltári szentségé, amelyekből Jézus megnyitott szívének erejében mindig újjászületik az egyház. Csontjait nem törik meg, mint a két másik megfeszítetnek, így valódi húsvéti báránynak bizonyul, amelynek egy csontját sem volt szabad eltörni. És most, hogy mindent elszenvedett, megmutatkozik, hogy Jézus a szív minden elbizonytalanodása, a gyűlölet és a gyávaság minden hatalma ellenére sem maradt egyedül. Ott vannak a hűségesek. A kereszt alatt ott áll Mária, az édesanyja, nővére Mária, valamint Mária Magdolna és a tanítvány, akit szeretett. Érkezik egy gazdag ember is, Arimateai József. Íme a gazdag átjut a tű fokán, mert Isten megadja neki ehhez a kegyelmet. Eltemeti Jézust eddig még nem használt sírjába egy kertben. A temető, ahol Jézust eltemetik, kerté lesz. Azzá a kerté, amelyből Ádám kiűzetett, amikor elszakította önmagát az élet teljességétől, alkotójától. A kertben lévő sír tudtunkra adja, hogy a halál hatalma véget ér. Urunk, te alászálltál a halál éjszakájába. Azonban holttestedre jóságos kezek viselnek gondot és vászonba takarják. A hit nem halt meg teljesen, a nap nem nyugodott le egészen. Mi sokszor tűnik úgy, hogy alszol. Mi könnyen fordulunk el, mi emberek, és mondjuk, Isten meghalt. Add, hogy a sötétség óráiban felismerjük, hogy te mégis itt vagy. Ne hagyj minket egyedül, amikor elcsüggednénk. Segíts, hogy mi se hagyjunk egyedül téged. Add nekünk a hűséget, amely kitart a zavarodottságban is, és a szeretetet, amely éppen a legnagyobb szükségben átfog téged, miként anyád is most még egyszer ölébe rejtett téged. Segíts minket, Urunk, segítsd a szegényeket és a gazdagokat, egyszerűeket és okosakat, hogy átlássanak félelmeiken és előítéleteiken, és hogy képességeiket, szívüket felajánlják neked, így előkészítve a kertet, amelyben megtörténhet a feltámadás. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Már a szentest sírba téve, újon metszett szírt ölébe, onnan kél fel harmadnapra,
halált pokolt letiporja. 14. állomás. Jézus testét sírba helyezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. A meggyalázott és megszégyenített Jézust tisztelettel egy új sírba helyezik. Nikodémus 100 fontnyi illatszert, mirha és áloé keverékét hozza, amelyek értékes illatot árasztanak. Olyan ez, mint Jézus olajjal való megkenésekor Betániában, túlcsorduló mérték, amely a tékozló szeretetre, Isten szeretetének túlcsordulására emlékeztet bennünket. Isten elpazarolja önmagát. Ha Istennek a túlcsordulása mértéke, akkor számunkra sem lehetne semmi sem túl sok Istenért. Jézus maga is így tanított bennünket a hegyi beszédben. A sírba helyezés órájában Jézus szava kezd beteljesedni. Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. Jézus elhalt búzaszemmé lett. Az elhalt búzaszemtől indul ki a nagy kenyérszaporítás, amely egészen a világ végéig tart. Ő az élet kenyere, amely túlcsorduló mértékben az egész emberiség számára elegendő és táplálja azt. Az a kenyér, amelyből az ember valóban él. Isten örök igéje, amely testé és így kenyérre is lett értünk a kereszt és a feltámadás által. Jézus temetése fölött ott ragyog az oltári szentség titkának fénye. Úr Jézus, sírba helyezésedkor magadra vetted a búzaszem halálát, elhalt búzaszemmé lettél, amely gyümölcsöt hoz minden időkre, egészen az örökké valóságig. Sírodból ragyog fel minden időkre a búzaszem ígérete, amelyből az igazi manna fakad, az élet kenyere, amelyben te önmagadat adod nekünk. Az örök ige a megtestesülés és a halál által a közeli igévé lett. Kezeinkbe és szívünkbe helyezed magad, hogy szabad bennünk növekedjék és gyümölcsöt hozzon. A búzaszem halála által adod oda magad, hogy nekünk is legyen bátorságunk elveszíteni az életünket, hogy így megnyerjük azt, hogy mi is rábízzuk magunkat a búzaszem ígéretére. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken. Uram, hiszek és remélek, én szerelmem neked élek. Szánom, bánom minden vétkem, légy az enyém egykor égben. Urunk, szenvedésed és kereszt halálod napján nem csak emlékezni akartunk értünk vállalt kínjaidra, nem csak együtt érezni akartunk veled kereszt utadon, hanem fel akarjuk fogni megváltó kereszt halálodban megnyilvánuló végtelen szeretetedet irántunk. Add kegyelmedet, hogy ez a kereszt út gyümölcsöt teremjen lelkünkben, hogy változtatni tudjunk életünkön, hogy téged válasszunk életünk minden napján, és így méltók lehessünk a te országodra. Urunk, nagy péntek a sötétség napja, az értelmetlen gyűlölet napja, az igaz megölésének napja. De nagypéntek nem az utolsó szó. Az utolsó szó a húsvét, az élet győzelme, a jó győzelme a rossz fölött. Urunk, nagy szombat az üresség napja, a félelem és az eltévejedés napja, az a nap, amikor úgy tűnik mindennek vége. De nagy szombat nem az utolsó nap. Az utolsó nap a húsvét, a fény, amely újra felgyullad, a szeretet, amely legyőz minden gyűlöletet. Urunk, most, amikor átéljük a mi nagy péntekünket, és elborít a nagyszombat szorongása, add nekünk Mária kitartó hitét, hogy higgyünk húsvét igazságában. Add nekünk tiszta tekintetét, hogy lássuk a fényt, amely a történelem utolsó napját hirdeti, az új eget és az új földet.
azt, amely már kezdetét vette benned, megfeszített és feltámadott Jézusunk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vontak mennynek ablakára. Meghalt, meghalt az ártatlan bárány, vértől ázott Szent Kereszt oltárán. Temetésre lejön a mennyország, könnytől áznak az angyali orcák. Sírzokok a fia vesztett gerle, égig ér a szűz anya keserve. Élet ura, meghaltál lelkünkre, a sátánnak országa most dőlt le. Szűz anyádnak fájdalmát tekintsed, add meg nekünk a mennyei kincset.